azt, azt szeretnénk, hogyha lehetne tudni a parlamentben, hogy ki milyen állampolgárságú, ugye ebből volt is egy botrány, hogy felvetettük, hogy nem akarunk mi semmit, csak hogy lássuk, hogy ki milyen más állampolgársággal rendelkezik, hiszen az Amerikai Egyesült Államok vagy Izraelben nem is lehet parlamenti képviselő, ami nem vallja be, hogy ő milyen állampolgárságú. Például erre is adtunk a törvényjavaslatot. Ez is fontos egyébként a korrupció tekintetében, hogy lássuk véleményünk szerint, hogy ki hova van. A családtámogatások tekintetében adtam be egyébként a legtöbb javaslat hozzá kell tennem. Tehát amiről én beszéltem, a családi adókedvezmény kiegészítés. Ez kimondotta az én nevemhez fűződik. Vagy a bentlakásos iskolarendszernek a létrehozása, amit azért szeretnék létrehozni, hogy azoknál a családoknál, ahol ugyan fizikailag konkrétan még nincs veszélyeztetve egy kiskorú, egy gyermek, de viszont szellemileg veszélyeztetve van, ott őket el lehessen venni, vagy ennek többféle változata van, vagy rá lehessen venni a szülőt arra, hogy adja be egy ilyen intézménybe a gyermekét, ahol rendesen bánik vele, és megtanítják a legalapvető dolgokat, tehát WC-zi, fogatmosi, stb. És hát természetesen tanítják is. Ez nagyon fontos kérdés, mert egyre több az olyan gyerek, nyilván elsősorban a cigányság körében, de a magyar emberek körében is azért előfordult, akik a legalapvetőbb higiéniai ismeretekkel sem rendelkeznek és így mennek óvodába, vagy éppen más intézményben. Vagy a szociális kártya bevezetése. Ezt minden egyes évben újra és újra beadtam a parlamentbe. Miért akarjuk ezt? Azért akarjuk, mert továbbra is az a helyzet, hogy amit kapnak különböző támogatásokat a családok, bármire költhetik. Magyarul ez a bármire a lényeg, a cigaretta és az alkohol. Mi azt szeretnénk, hogyha ez korlátozva lenne, erre a legjobb lehetőség egy kártya, amely ugyanolyan, mint egy bankkártya, ugyebár a hónap elején vagy valamikor megkapja rá valaki a különböző támogatásokat, és azzal elmehet a boltba és vásárolhat, de nem vásárolhat bármit, például alkoholt és dohányterméket. Szóval én nagyon sok törvényt el tudok mondani önnek, amit most itt nem hangzott el, és hát jó pár olyan volt, amit itt folyamatosan hangoztatva és egy különböző figyeltem is, hogy ezek törvényjavaslatként mind-mind a felettek adva. Nem a héten át, hogy a törvény hallani sem, a héten át, hogy fogadnak. Azt akartam megtudni, hogy hogyan büntetik meg azokat az embereket, akik lopnak, csalnak. Magyarálkodás, a büntetségek. Én nem az internát kérlek, hogy foglalkoz meg gyereket, meg vizét, családi távol. Azok nem érdekelnek el. Ez a törvény érdekel. Legyen Magyarországon törvény. Mert Magyarországon nincs törvény. Itt káosz van, nincs anarchia. Ez pedig nem működik. Itt nem lehet. Nem lehet egy országot vezetni. Nagyon úgy mindenre, én láttam. Én láttam négy év, hogy Magyarországon látom, mi van itt. Itt káosz van, anarchia, itt mindenki lopcsa hazudni, itt nem büntetik meg az embereket, sőt. Figyeljek, maga beszélt Bejnezről, meg húsiparról, meg bányáról, ugye? Hát kérdezem én öntől, hogy ki fogja azt vezetni a húsipart, ki fogja vezetni a Bejnezt, meg ki fogja, nem is tudom, hogy volt a harmadik. Kinek elmény fog azt fogni? Maga neki élemem? El sem tudja megvalósítani a Bejnezt, ő sem tudja megvalósítani, meg a húsipart sem. Igen, ugye? Hát ki veszi azt meg? De a gyerekeinek nem tudja valósítani, az a félmillió ember, aki most kint van. Az a gyerekeinek része, és diplomával rendelkezik, és közben kukát kell hordani, vagy éppen takarítani kell valahol, őket valahogy hozzá kell csábítani. Ő nem tudja, és legyen a húsiparnak a vezetője, mert egyébként diplomája van, rá ért hozzá, csak kérem szépen ki kell menni külföldre, mert nincs egy Magyarországon a húsipar. Na most ez kérdőben, állami céget vagy magát? Nem adjuk meg a lehetőséget, másnak is a kérdés. Állami céget, állami céget. Jelentős részben állami céget lesznek. Köszönöm szépen. Köszönjük, következő. Egy pillanat a hölgy jelentkezett. Jó. Csak a húsiparra van. Ez történt. Először nem jó adni kell
adható, adható, adható. És szenvedtünk három hónap munkaviszony után az önkormányzattól 2 millió forintot. Az én adómból, a másikból, a harmadikból, a negyedikből. Úgyhogy ha tisztogatnak majd valamikor, akkor itt egész nem tessék kezdeni, mert a személyiség az itt is. A gyökerünk, a gyökerünk. A gyökerünk, mert vannak az itt is kulcsa dolgok, úgyhogy utána kellene nézni, ha ide tetszik jönni sokat, akkor ezeket is hogy olyan jó lenne menni, mert nincs egy kükkeség is járvány, nincs a világon semmi. Semmi. És ezt ön is látja, kocsival jár, hogy egyszerűen itt embert nem tud közvetni se az úton, se a járvány, se sehol sem. Itt az elmúlt 25 évben senki az úthoz nem nyúl, azon kívül, hogy belefogtak egy kis sóder, egy kis homokot, például ahol én lakom az Aradon utcában, ott a járdán nem lehet elmenni. Ekkor az út magasságra a járdán egyik van. És aki megy az úton, az lehetetlen. Az úton nem tud elmenni a járdán. Csak azért mondom, hogy ilyenekkel jó lett volna költeni azt a 2 millió forintot, amit cseppetettünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Hát először ott kezdeném, hogy a Jobbiknak 10 polgármester van Magyarországon jelen pillanatban. 4 nyerte meg a önkormányzati választásokkor a választást, és azóta 6 településen nyertünk polgármestereket. Mindegyik nagy település egyébként hozzá kell tennem. Gyöngyös Halász egy nagyobb méretű település. Ezen kívül nekünk nincsen több polgármesterünk. Ezért a 10 polgármesterért én bármikor a kezemet a tűzbe merem tenni. Ráadásul én vagyok az, aki felügyeli őket bizonyos tekintetben, mert az önkormányzati terület is hozzánk tartozik, és segítjük is őket természetesen tanácsokkal, egyéb lehetőségekkel, és én büszke vagyok rájuk rettenetesen, mert mind a 10 településen munkahelyteremtés zajlott le, rendteremtés zajlott le, mint a falvak lettek ezek a települések. Nagyon büszke vagyok rájuk. Egyébként Gyöngyöspata van legközelebb, ugye hát erről sokat hallottak nyilvánvalóan. Hajci hőbe, de az csak egy ismertebb, ezen kívül nagyon sok van. Ezért azt kell mondanom, hogy Gyöngyöshalászon nekünk nincsen természetesen polgármesterünk, ilyen nem is volt, ezért nyilván nem vállaltuk felelősséget. Én azt mondtam, hogy függetlenként indultunk, és a Jobbik támogatásával, ami a Jobbikhoz zászló is volt éve, oda lehetett leadni a Jobbikhoz szavazatokat, szó szerint, ha nem tetszik elvinni, fényképet is tudunk róla mutatni. Csak azért mondom, hogy mindig azt mondjuk, ami az igaz, hogy először a saját házunk táján nézünk körbe, én tisztelem őket becsülöm, 100%-ig, csak úgy ott is úgy kellene söprögetni, hogy akik olyanok, azok kezdik el a levallján is, a tisztességes emberek, akik tisztességesen dolgoznak, adót fizetnek, nem, hogy te lehetőségem van, ahogy már csepre vannak. Megadom a Gábornak a szót, mert azért ő itt a helyi elnök, és majd erre még fog válaszolni. Egy dolgot mindenképp azért én szeretnék hozzátenni, mindentől függetlenül, de persze mi nem tudunk leváltani annak, akit nem is tettünk oda nyilvánvalóan. De a lényeg az, hogy amit viszont mindenképp el kell mondanom. Valóban, függetlenül attól, hogy éppen kivezette az elmúlt 24 évben ezt a települést, sehol Heves megyében nincs olyan rossz közút hálózat, Tényszerű, hogy volt egy támogatás, hogy aztán később végül a polgármester is mind funkcionált, ezt majd önök el fogják dönteni, ha várhatom, hogy október megtalálható önkormányzati választáskor. Viszont az nyilvánvaló, hogy óriásik a különbségek, hogyha arról beszélünk, mi egy Jobbikos vezette település általi fejlődés is, mielőtt, hanem Jobbikos vezeti. Pontosan Gyöngyös kap egy rendkívül jó példa, az ugye köztudott, hogy jó magam végeztem a kampány, stb. Tehát én ott szolgáltat teljesítettem, hogy a polgármester mellett meg lehet nézni, hogy Gyöngyöspata egyrészt az út a város, tehát az
azért ezt el kell mondani, hogy a legmagasabb pontszámmal, a legmagasabb pontszámmal sikerült a város pályázatban egyenlő gyöngyöspatának a városi rangot. Ezen felül, amióta a bizonyos úriember, aki ugye zárogatta a csapokat nekünk, folyamatosan nem tud csak elzáróként funkcionálni, azóta Papa folyamatosan nyeri a pályázatokat. Pontosan útra is pályázott 105 millió forint értékben. Gyöngyöspata azt tényszerűen jellemző módon egyébként hiába nyerte meg, ugye mai napig nem fizettek egy politikusi se ki belőle, de azóta például napkollektor került elhelyezésre, tehát a villanyszámlája gyakorlatilag megszűnt Gyöngyöspata közintézményeinek, tehát mind az óvodának, mind a polgármesteri hivatal épületek, tehát elindult egy valódi olyan fejlődés, ami azt gondolom egy olyan kis településtől egyedülálló, azokkal a lehetőségekkel, amikből nekünk kell főzni jobbikosoknak. Én azt gondolom, hogy számon kérni csak önök tudják majd a polgármesterüket, a nevelőket, mert ez nem a mi feladatunk. Az elszámoltatás az lesz, amikor eljön a választás, és önök úgy döntek, hogy értem. Ezzel egyetértünk, így el következő. Csak azt szeretném úgy, hogy mindenkinek jó legyen. Legyen a ti nyereményetek a választás. Nagyon jó valamit. Maradjuk valamit. Hogy igazán bizony, akiket én képviselek, azok a családok, azok az emberek, akik minden nap eljárnak dolgozni, és bruttóban ott írja a fizetési jegyzék, hogy 146 ezer forint, akkor ezt bevonjuk, azt bevonjuk, hogy akkor mi marad a pozitékban? 85 ezer, 90 ezer, de 150 ezer forintig nincsen 16% tenni jövedelemadó, mert mit fizetünk? Kenyérétei, krumpliét, bánatói, mindenit fizetünk, plusz. Én úgy beszélünk, 150 ezer forint adsz te nekem, mert én dolgozok neked. Nem tudom, hogy elvegyek a boros pincét, azt minden nap egy kérem, hogy kérdezett, hogy 150 ezer forintot kapsz minden hónapban. De hogyha 150 ezer forint fölött van a bruttó jövedelmen, akkor abból legyen 16%. Így az neked fog válni, meg akinek van 800 ezer forintja, neked nem fog válni, mert a 150 ezer forintból azt a 12-12-12 is fog válni, ami lejött a egészségesítést, meg a bizony nincs oda, akkor a 150 ezer forintból 130 ezer forintot, igenis, megérdemled, mert hozzátennénk, hogy maradjunk annyiba, hogy annak idején, mikor én fiatal, senki voltam. 5 forint 80 körülbelül óra bírbe kezdtem, és akkor az öreg szakot meg sem mertem szólítani, de most, ha elmentem 60 évesen bírba, és akkor a 20 éves fiatal gyerek azt mondta, hogy öreg, mi a fasz akarsz te, holott ő is 535 forintos órabért kapott, mint én. Hát figyelembe kell venni, hogy jelenlévőknől, de nagyon rossz hasonlatot fogok mondani, utoljára én kocsmai gyűlésen, tisztabb gyűlésen voltam. És nagyon kellemesen csalódtam a mai nap, nagyon örülök, hogy Lajos barátomnak köszönhetően eljöttem erre a gyűlésre, vagy tájékoztatóra. Nagyon sok jó dolgot hallottam, és nagyon sok minden megfordult a fejembe, amikor a parlamentet említette képviselője úr, egy homokos rockzenész meg akarta vásárolni. Hova süllyedt a magyarság? Kint vannak a tanult fiataljaink, vissza kell volna. Nagyon-nagyon sok jó dolgot hallottam. Örülök a hölgynek, aki felszólalt itt a polgármester úrral kapcsolatban. Meg volt kötve a védelmi érekerek. Meg volt kötve a kerek. Ő megtett mindent ezért a fogért, de nem tudta
azokat a pályázati pénzeket megszerezni, nem volt megfelelő támogatottsága, hogy mindent megpróbált megtenni. Lehet, hogy el kell számoltatni, de majd azt talán akkor, amikor a polgármesteri választások lesznek, ez most nem most a téma. Én úgy gondolom, hogy önök nagyon jó irányba mennek, és mondta a média irány, hát próbáljanak meg úgy, ahogy itt a kórussal le akarnak ülni, minden média helyen leülni, szembeszállni Orbán Viktorral, szembeszállni Mesterházival, és mindenkivel leülni, és vitapartnerként önállni, vagy szembeszállni velük, mert ez jó, ez majd ennek az útnak. Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy mindenhol a lehetőségét keressük, ahol Volagával is éppen most jelentette be a tegnapi napon, hogy ő szeretne vitát lefolytatni mind a másik két szereplővel, másik szereplővel. Én sajnos előre borítékolom, ahogy süllyed az a demokrácia, mert ha ezt alatt lehet nevezni még, ahogy süllyed, úgy egyre kevesebb esélyt látom vitán. Orbán Viktor nem fog leülni senkivel sem vitát, ezt már előre látom. De én teljesen egyetértek azzal, hogy ettől függetlenül, hogy ezt nem vállalják ezek a politikusok, az emberek adjanak ennek véleményt, hangot, hogy igenis azt szeretnék, hogy lássák a valódi vitát és valódi megmérettetést. Erre egy kicsit pillanatot mélektől kell, hogy álljak, mert azt mondjuk, hogy nem vállalunk vitát, és kampányolnak önök és mindenki, és mindenki a jót ígéri nekünk, de már ez a mit, már teljesen már elveszítettük hitünket, mert becsaptak a felelősségvállalásban, ami engem leginkább sért, az, hogy tényleg nem volt felelősség tétel, akik nem volna csatlakozni, tehát akár itt a faluban valakinek késedelmi kamata van, már végrehajtást adják, a végrehajtás többbe kerül, mint a késedelmi kamat, és úgy érzem, hogy egyre inkább a kisembereket, egyre minél lejjebb van, annál lejjebb húzza az örvény, és nincs mérlegelés, hogy egyszerűen már azt már nem bírja, hogyha felszámolás alatt van. Ez az egy. A másik pedig, amit el is felejtettem, az volt az, amiből akartam, hogy kampányolnak önök minnyájan, és jó dolgokat mondanak a politikai bandikán, nem tudom, hogy a 24-ben, de az urak ott voltak a politikai elitben, akkor is, amikor rossz döntéseket hoztak. Ön mondta, 22 éve már, de ott van a parlamentben, és azt lenne nekünk igazán mérvadó, hogy kire szavazzunk, hogy ott igenis annyira föl kellene, sokkal jobban föl kellene emelni a hangot, hogy másfelé lépjünk, mert a bizalom már nem tudjuk, hogy ennek higgyünk-e, vagy annak higgyünk. Tehát komolyabb lépéseket kellene tenni az ellenzéknek ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ezek az emberek tényleg a népér vannak. Köszönöm. Én csak annyit szeretnék erre válaszolni, hogy én nem mondom a politikai elitnek a tagja soha életemben. A Jobbik éppen, hogy 4 évvel ezelőtt került a parlamentbe, és azért, hogy az MSZP-nek, a Fidesz uralmának véget vessen. Azokról, akik tetszett beszélni, azok két párhoz tartozók. MSZP, Fidesz, ők voltak, még így kormányon többször is. Ők egymásnak az iker testvérei bizonyos tekintetben tetszik, nem tetszik. Hát minket nem tetszett arra vádolni, hogy mi a politikai életnek a részei voltunk. Kérdezzük, hogy 2006-ban engem még a Gyurcsány rendőrei vertek félholtra a televízió székháznál. És sorolhatnám még ezeket a dolgokat. Tehát nyilvánvalóan ez azért elég messze a parlamenti dolgoktól, csak hogy tessék látni. Igen, voltam önkormányzati képviselő, és az összes akkori döntésemre, vagy gondolatomra én büszke vagyok, amit ennek akkor ki tudtam bontakoztatni, és hozzá kell tenni, hogy valószínűleg viszonylag sikeres voltam, mert egyszer magam voltam bent ugyan a közgyűlésben, de megdupláztam a szavazataimat a következő választásra, és még soha nem tudom ezeket a dolgokat. Tehát ennyiben persze. Politika érdekelt gyerekkoromtól fogva, ott voltam a Marosvásárhelyi programokon, el lehetne mondani a kalandokat, amiket én átértem Jugoszláviában, a háborúval, és még soha nem ezeket, de ez nem azt jelenti, hogy én eljöttem volna ezt az országot, hogy bármilyen befolyásom is lett volna rá, hanem ott azért, én személy szerint azért megy a parlament, mert dolgoztam külföldön nagyon sokat, mint egyébként nagyon sokan mások, mert én kétkezi munkát végeztem, mert én szőlőtermesztéssel foglalkoztam, én kapáltam éveken kezdve a saját szőlőmet a családommal,
Arról vagyok híres, hogy én vagyok az egyetlen képviselő, akár traktora van kérem szépen a parlamentben. Birkákat nevelek otthon, hogyha van egy kis szabad időm, hozzájuk megyek ki. Csak hogy érzékeltessem, szeretném érzékeltetni, csak nagyon picit, hogy én azért nem vagyok ennek a elitnek a tagja még véletlenül sem, de az egész jó kiállt. Annyival szerettünk kiegészíteni, hogy egyébként is utána más sorommal. Tehát azért tudni kell, hogy már 2010-ben is a Jobbik azt mondta, hogy nem tudom, emlékezzek, volt egy ilyen szlogen is, ugye a tiszta kéz politikája. Ezért azt gondolom, mai napig ez, ami jellemző az összes Jobbikos országgyűlési képviselőt, tehát egytől egyig én azt gondolom, hogy ez tökéletesen igaz, amit ígértek, be is tartották. Én azt gondolom, hogy minden egyes olyan Jobbikos országgyűlési képviselő, aki valamit ígér, és ha nem a szavát adta, azt betartotta. Pontosan ez, ami az ügyét is kitértem, egész egyszerűen ön nem láthatja azt a híradóban esténként, mint 6 órakor, 7 órakor nyilvánvalóan, hogy Schneider Tamás, Ona Gábor és még sorolhatnánk a képviselőinket, hogyan, miként szólalt fel a nemzet a haza szolgálatába. Egész egyszerűen ezért nem értesülnek ő a polgárok, hiszen ha tudnák, hogy már pedig például Tamás esetét 400 darab törvényjavaslat lett beadva, és így tovább nyilván másként vélekednének. Tehát erre kínosan ügyelnek, mindig a hatalmon lévők, hogy ez ne történhessen meg. Jogosan betűl föl, vagy merül föl a kérdés sokaknál, hogy akkor miért nem lett ebből törvény. Hát egész egyszerűen most a jelenlegi kétharmadban próbáljon átvinni valaki olyat, ami a másik félnek nem tetszik. Hozzáteszem, így is van több olyan törvényjavaslat, amely valójában a jogi kezdeményezésre később ilyen megvalósult. Mi ezt mindig azt mondjuk, és a képviselők is azt mondják, hogy teljesen mindent kivalósítja meg, ha az a törvény jó, és létrejön, akkor nyilvánvalóan örülök neki. Gyakorlatilag ugye erről Tamás tud még igazán mesélni. A parlamentben az történik, ha a Jobbikos törvényjavas asztalra kerül, akkor egy szép elegáns mozdulattal besötik az asztal alá. Azonban, ha abban van ráció és jó, szépen előveszik két hónapul, vagy több olyan eset volt, amikor változtatás nélkül, tehát szóról-szóra, és ezt így kell érteni, szóról-szóra ugyanúgy ez a törvényjavaslat bekerült, és elfogadásra került természetesen. Tehát azért ilyen szinten van értelme az interpretációnak és a törvényjavaslatnak. Parancsoljon. Én visszatérnék egy kicsit a munkai teremtésre, hiszen elég sokat elidőzött a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatban, mennyi munkahelyet lehet teremteni az országban. Azt hiszem 4-5 hónappal ezelőtt, amikor még hobbi szinten látogatott meg bennünket, akkor is felmerült ez a kérdés. És én ismét felteszem, ugyanis én nem vitatkozom, én tudom, hogy ez egy agrárország, ebből kéne élni ennek az országnak. Itt nincs húsipar, nincs cukor, tehát egy csomó olyan agrár dolog sül meg a rendszerváltás után, aminek talán élni kéne. És a jobb tippel fel kell szándék ezeket újraindítani. De akkor mindenki tudja, hogy nem vagyunk az Unióban. És itt kvótákban. Akkor tisztáztuk, hogy a takarmatától búzára, kukoricára nem vonatkoznak a kvóták. De itt van a húsipar, itt van a cukoripar és egyéb feldolgozó ágazatok. Én nem vagyok pedig hozzá, tehát én mindent nem kell mondani. De ha szembe megyünk az uniós kvótákkal, akkor valamilyen szinten az Unió bennünket megnyomtat. Akkor mi a kiút? Kilépni az Unióból, vagy pedig hogy lehet szembe menni a kvótákkal? Úgyis ez az országban többre képes, mintsem, hogy saját magának termeljen, tehát exportálni is kéne. De mivel kvóták vannak, valószínűleg el is valamilyen szinten akkor az exportunk is korlátozott. Én megértem, hogy tudom, hogy keleti nyitás, ezt sokszor emlegették, hogy kelet felé kell nyitni, hogy korlátozott mennyiségben mi bármit el lehetne adni. Hogyha az Unió beleszól, akkor hogy fogjuk tudni eladni, hogyha újraindítjuk a mondjuk három csoportjával, meg a Zalába a húsipar, meg itt Heves megyében a húsipar, és még egyéb területeken a húsipar. Illetve kinek fogjuk tudni eladni? Mert a Unión belül nem fogjuk tudni eladni, mert nem engedik. Ez volt az egyik, és akkor még egy kérdésem, mert nem valamit kaptam. Ez teljesen eltérettől elég nagy vihart kavar, ez a paksi bővítés a parlamentben. Hát ezt úgy csinálták meg, hogy talán még sem tudja, miről van szó, mert nem nagyon papírozták le, van ott is. Hát itt több milliárd, vagy millió, 10 millió euróról van szó, és ezt még kölcsön nyerjük az orvosoktól. Én tudom, hogy Ona Gábor azt mondta, hogy középtávon
ilyen vízi erőművekkel nem megoldható az államtervben is, az országban, a középtávok gondolom, hogy 30-40 évre gondolják. De, hát ez egy középtáv. Nem lehet, hogy tönnem, de ha tévedek, akkor javítson ki. Emlékeim nem sok, Bolnár János volt az, a IMF hitel kapcsán, amikor visszaadta a kormányt a hitelt. Hitelből adtuk vissza a hitelt, tehát közben kötvényt bocsátottunk ki, az IMF hitelnek a kamata volt 2-3%, és mi ezt visszafizettük 6%-os kötvényt kibocsátással. Ez óriási felhagyatás keltett a jobbik soraiban is többek között, hogy hogy lehet hitelből hitelt vissza, nem csak így lehet visszaadni. De most a oroszoktól felveszünk egy óriási hitelt. Tehát valamilyen szinten, aki valakinek valamivel tartozik, akkor logikus, hogy valamilyen szinten elkozzák nekem is. És mire a garancia? Lehet, hogy én már nem érem meg, bár ígyeik meg azt az időszakot, amikor majd ez 2032-2035 táján, mire felépül az erőmű, akkor utána autóban is el kell kezdeni, hogy biztosan lesz a hitel. Most 4-5%-os hitelről beszél Varga miniszter úr, de semmi garanciát nem tud rá senki vállalni, hogy ezt a papíroz, ezt nem tudják. Hogy lehet előre gondolkodni 30 évre? És a Jobbik ezt megszavazta. Emlékeim nem is annak. Tehát végülis, amikor arról volt, hogy az IMF hitelt visszaadjuk, az egy kicsit kiverte a biztosítékot a Jobbiknál, mert hitelről hitelt adunk vissza. Ehhez képest most megszavaznak egy olyan dolgot, hogy hitelt veszünk fel több száz, illetve 1000 milliárd értékben, amit mivel valószínűleg nem fogunk visszafizetni, a gyerekeink, unokáink lehet, hogy dobni fogják, és semmi garancia nincs rá, hogy nem tudom, hogy fogják. És a Jobbik ezt megszavazta. Úgy, hogy semmilyen papírt, semmilyen számot nem ismert. Nem volt. Köszönöm szépen.